Különleges győzelemmel a csapat kezében volt az 50 éves várakozás megszakításának kulcsa, a várva várt bajnoki cím megnyerésének lehetősége. A Bolton elleni idegenbeli meccs előtt rengeteget beszéltünk arról, hogy itt az alkalom most megnyerhetjük a Premier League-et. Arról beszélgettünk a csapattársaimmal, hogy csak rajtunk múlik a győzelem és a siker, senki nem állhat az utunkba. Lampard azt mondta, hogy megnyerhetjük, és végül meg is tettük, Ramsey két pazar góljával. He's into the box, Brett Lampard. This could be a seminal moment. He scored! Brett Lampard put it in, and Chelsea are half an hour from the title. Chelsea have got 2-on-2 here. This could be the title. Brett Lampard to win it. He's got it. 2-0. No way back for Bolton. A második gólnál csak arra figyeltem, nehogy túl hosszan toljon meg a labdát, és nehogy valaki utolérjen. Egy az egyben maradtam a kapussal, kicseleztem, és már csak az üres kapuba kellett belőnöm a labdát. A gól utáni ünneplés azóta is felkavar, akárhányszor megnézem a videófelvételt, borsódzik a hátam a látottaktól. Minden, ami a lefújás után a pályán, illetve az öltözőben történt, fantasztikus volt. Azt a napot sosem felejtem el. Életem legérzelemdúsabb napja volt a bajnoki cím megnyerésének délutánja. Persze, korábban kupagyőzelmet is ünnepelhettünk, de az a boltali nap örökké emlékezetes marad. A srácokkal együtt sírtunk a pálya közepén, mert mindannyian elképesztő módon vágytunk a bajnoki sikerre. A bajnokságot csúcsot jelentő pontszámmal nyerték meg. A Chelsea 100. éve volt története legeredményesebb idénye. Amikor Gus Mears először arra gondolt, hogy futballstadiont és klubot épít London büszkeségére, maga sem álmodott ennél többről. A bajnoki serleget a Charlton elleni hazai mérkőzésen kaptuk meg. A mérkőzést 1-0-ra megnyertük egy kihagyott 11-es utáni ismétléssel. Makelele teljesen váratlanul állt oda a büntető mögé, mi is meglepődtünk rajta, azt hiszem, a fogadóirodák jó pénzt fizettek annak, aki arra fogadott, hogy Claude végzi el a csapat büntetőjét a Charlton ellen. A serleg átvételekor egy álom vált valóra, tökéletes nap volt. Amióta a Chelsea játékosa vagyok, az utóbbi 10-15 évről beszélünk, rengeteg változáson ment keresztül a klub, sok jó és néhány rossz periódussal. A jó időszaknak természetesen mindenki örül, a bajnoki címre ez különösen igaz. Fontos, hogy törekedjünk a fejlődésre, mert a kényelmesség könnyen balul üthet ki. Minden csapat életében vannak sikerperiódusok, a Chelsea-nél ez most van, mi pedig hálásak lehetünk, amiért részesei vagyunk ennek a korszaknak. Jó a játékos keret, az edző, a hangulat és a klub tula is. Ez a mi időnk, ki kell élveznünk a pillanatot. Great players and this is our time, so we really need to, you know, enjoy the time and enjoy the experience.